Kedves fiatal barátaim, kedves nobilitások itt az elsősorban. Én azt hiszem, hogy picit olyan módon rendhagyó leszek, hogy szeretnék Montanáról is mutatni néhány képet. Ritka dolog az, hogy valaki Fulbright ösztöndíjas lesz, akkor Montanát választja, hogy oda akar menni. Legtöbbnyire a New York, Washington, Boston, Los Angeles, San Francisco, szóval ezeket a helyeket célozzák meg a kollégák. A tájékoztatón, ahol én részt vettem, mint nyertes Fulbright ösztöndíjas, csináltak egy Amerika térképet, ami majdnem fölborult a keleti irányba, annyian mentek a keleti partra, és ezekre a részekre meg szinte senki. Azt is elárulom, hogy azért készültem ide, mert én korábban töltöttem 2 évet New Yorkban, és nagyon szép volt, nagyon klassz volt, de elég volt a nagyvárosból. Szerettem volna megismerni egy kicsit a vidéki Amerikát, mert az teljesen más. Sokan azt mondják, az az igazi Amerika, New York, az, meg Washington, az nem az igazi Amerika. Szóval erre az 5 hónapról fogok én itt néhány szót mondani, és akkor kezdeném azzal, hogy felvetíteném a térképet. Montanában szeretném megmutatni az Egyesült Államok térképét, talán egyszerűbb is, ha mindjárt följök ide. Ez itt fönn Montana állam, amiről azt kell tudni, hogy 4-szer akkora, mint Magyarország, körülbelül területileg, 2 millió ember lakja. Tehát a népsűrűségről rögtön lehet valamiféle elképzelést alkotni. És ha megmutatom ugye a legfontosabb utakon a térképet, én ebben a városban voltam, itt, amit úgy hívnak, hogy Missoula, ez a terület. És volt egy olyan utazás, amikor átjöttünk nagyjából Montana államon, ez az út, amit vége autópálya, ez 6 óra autóval. Rendelt, nem 20-szal mentem, 20 mile-al, hanem a megengedett sebesség határon. Tehát azt jelenti, hogy ez egy marha nagy ország rész Montana, és nagyon kicsi népsűrűséggel. És ezért ebből következően az eredeti vad jellege is megvan. Tehát, hogyha valakinek azt mondom, hogy préri, meg indián regények, akkor képzelj el nyugodtan magát Montanában, mert ott azokon a területeken játszódik le. A baloldali képen az ottani rektori hivatal látható, 19. századi angol kalidzsok mintájára készült, természetesen 1893-ban alapították ezt az egyetemet, tehát ennek is már több mint 100 éves múltja van. A jobboldali kép pedig az emblematikus figura, állatfigura, a grizzly. Ugye mostanában megjelentek Magyarországról is olyan hírek, hogy medvék járkálnak a nógrádi erdőkben. Ez itt mindennapos. Annyira, hogy talán lehet látni ezen a képen ezt az M betűt itt fönt. Ez ugye a Montana, illetve Missoula szavaknak az akronimája. Itt néha bizony megjelennek a grizzlik ilyen távolságra az egyetemnek a központjától. Ritka a baleset, de előfordul. Tehát néha igenis van incidens a medvékkel, ezért ugye medvesprével jár mindenki, aki kimegy a természetbe. Az egész egyszerűen paprikaspré. 6 méterről rá kell irányítani a medvére, és akkor a medve visszafordul, ha eltaláljuk. Ha nem, akkor ciki van. Hogy mennyire nemzetközi az egyetem, szeretném bemutatni, hogy nem én rajzoltam föl ide ezt a jó napot kívánokot. Ez a terület, amit itt látunk, ez egy része az ottani kampusz útrendszerének, ezt úgy hívják, hogy a Welcome Walk. Tehát mindenki, aki oda megérkezik a külföldi országokból, azt a napi köszöntéssel üdvözlik. Itt aztán Japántól kezdve különböző endogén indián nyelveken túl magyarul is megtalálható a jó napot kívánok felirat. Na hát, ők ugye nagyon büszkék a természeti hagyományaikra. Ez itt egy már nem élő medve példány. Ez itt pedig egy ottani hallgató beöltözve a szerelésbe, a Grizzly, ugye ez természetesen az ottani foci csapatnak, kosárcsapatnak jelképe. Történetesen ez a hölgy itt, a kisebbik lányom, aki velünk töltött kint 5 hónapot, nagyon jól érezte magát, és azóta is vágyik vissza, úgyhogy minden valószínűség szerint vissza is fog menni. Most jelenleg a közgazdaságtudományi kar hallgatója Pécsett. És hát nagyon büszkék a foci csapatukra. Ezt tudni kell, hogy ez nem az a foci, amit itt játszanak, nem a színvonal, amiért mondom, hanem inkább azért, mert ez az amerikai futball. Ugye jellegzetesen körülbelül 100 fős csapatok vannak. Tessék megnézni, ez a Montana Egyetemnek a foci csapatait, meg még itt vannak lenne a tartalékok. És óriási műsorok közepette történnek ezek a mérkőzések. Tehát ezt úgy tessék elképzelni, van egy 25 ezeres stadion, ami mindig tele van. És télen is tele van, és mínusz 29 fokban is tele van.
Tehát az ottaniak igazán magukénak érzik ezt. Van úgy, hogy már előző nap jönnek az állam különböző részeiből ilyen karavánokkal az emberek, és akkor ott lepakolnak, esznek, sütnek, főznek, megnézik a meccset, aztán hazamennek. Nem volt egyetlen egy verekedés, egyetlen egy csúnyos szó nem hangzott el az alatt az idő alatt. Két meccsen voltam kinn az 5 hónap alatt, én is nagyon jól éreztem magam. Akkor itt egy laboratórium, hogy kicsit közeledjünk a témához, amiért itt vagyok. Tehát itt dolgoztam én ebben a laborban. Ez a labor, ez egy azon híres, hogy itt van egy mikroszkóp, amit úgy hívunk, hogy konfokális mikroszkóp, ez egy speciális képalkotási berendezést. Ezen gép segítségével készült képeket fogom megmutatni majd az előadásnak a tudományos részében. Annyit kell róla tudni, hogy nagyon-nagyon jó felbontással működik, sokkal jobb, mint a hagyományos fénymikroszkópok, és ezért kicsi részletek, olyan részletek, amik egy hagyományos fénymikroszkópban nem látszanak, azok is felismerhetők ennek a mikroszkópnak a segítségével. És miután ugye lézerfénnyel izgatjuk a szövetben levő különböző festékanyagokat, ezért nagyon-nagyon specifikusan meg tudjuk mondani egy-egy részletre vonatkozóan, hogy például milyen anyagot tartalmaz, ha megfelelő jelölési eljárásokat alkalmazunk erre. Tehát erről fogok majd a későbbiekben mutatni néhány szót. És ugye természetesen nem voltunk mentesek attól, hogy egy kicsit kiránduljunk a környéken. A bölény az egy nagyon jellegzetes itteni állat. Karnyújtásnyira tényleg a szószoros értelmében megközelíthetők. Igaz, hogyha véletlen oldalra lép, akkor eltapos bennünket, mert nem nagyon jól lát, és egyébként nem nagyon tűri a közelséget sem. De azért elég jól meg lehet közelíteni. Ugye a medve az már nem él természetesen, de szeretném jelezni, hogy a Misszulai reptéren van egy 3 méter magas medve, és az fogadja a megérkezőket. Tehát rögtön tudjuk, hogy hova érkeztünk meg. Medve, ez tényleg a bear country. Ez ellenben egy valódi élő, ezt egészen közelről sikerült lefotózni, ez egy úgynevezett Prokhorn antilop, tehát egy antilop féleség. Nagyon-nagyon színes az élővilág, és nagyon-nagyon, hogy úgy mondjam, hozzá vannak szokva az emberhez. Tehát miután nem igazán bántják őket, ezért ugye az a történet játszódik le, hogy az állatok háziasodnak, a szarvasok bejárnak szó szerint a kertekbe. És ott esznek, isznak, legelnek. Tehát nagyon izgalmas. A világ egyik és Amerika egyik leghíresebb nemzeti parkja ez a Gletscher nemzeti park. Sajnos már itt is látszanak a globális felmelegedés jelei, mert egy pár évtizeddel ezelőtt ezek a hegyek, ezek még nyáron is tele voltak hóval. Itt azonban lehet látni, hogy még mindig van egy bizonyos helyeken, hogy itt jönnek le azok a patakok, amelyek a hozzák le a hegytetőről. Szóval itt 20 évvel ezelőtt csináltuk volna a képet ugyanebben az időpontban, ez egyébként szeptember eleje, akkor itt még vastagon havat lehetett volna látni, de ugye a globális felmelegedés az ennek a hónak egy részét lepusztította ezekről a hegyekről. Hát ugye ez egy másik kép, látszik, hogy óriási nagy gletszertavak keletkeznek ezen a részen. Nagyon klassz turizmus van, nagyon-nagyon jó illat, és aztán nincs olyan nagyon messze a Yellowstone, ezért azt tessék érteni, hogy 7 óra autóval a Yellowstone National, ez nincs messze, ez nem számít messzének. És tehát Yellowstone az egy óriási csoda, páratlan élmény, én szerencsére már életemben másodszor jártam itt, és újra és újra mindig megcsodálom ezeket a képződményeket. Ugye ezek a híres gejzírek, amik itt foglalnak helyet, hát ugye ez föl is írtam ide, ez pont olyan, mint a félneken. Tehát jön a pára, jön a víz, aztán az Old Faithful nevű másfél óra múlva ismét kitör. Lassul egyébként az öreg, tehát most már 96 perc az ide. Néhány évvel ezelőtt ez még 85 volt. Na hát akkor rátérnék arra a munkára, amiért ténylegesen kimentem. Elméleti megalapozásról annyit mondanék el, hogy az USA 1990-es évek után másodszor indított egy hosszú távú programot, aminek a fő célja az agykutatás. Az idegrendszeri folyamatok elsősorban most már nem az agyi működések megértése, az is nagyon-nagyon fontos, mint látni fogjuk, de alapvetően az úgynevezett degeneratív betegségek, olyanok, mint a Parkinson-kor, még az Alzheimer-kor, ezek biológiai hátterének a megértéséről szóló felfedezéseket próbálnak tenni, és ugye tulajdonképpen erre rímel az a Magyar NAP program, Nemzeti Agykutatási Program, amit az idei év elején maga a miniszterelnök írt alá a Tudományos Akadémián is, amelynek a végrehajtásában egyébként a Pécsi Egyetemen dolgozó kollégák, csak úgy, mint a szegediek, igen intenzíven vesznek részt. Ugye a
százával állítottak elő különböző úgynevezett transgenikus egértörzseket. Ezekről azt remélik, hogy az állatmodellek segítségével a betegségeknek a kifejlődése, azoknak a jellegzetes tünetei, azoknak esetlegesen a gyógyítási, kezdeti gyógyítási lépései, ezek jobban megközelíthetők lesznek ki. Ugye ezek a transgenikus egerek olyanok, amelyben az egyes idegsejtek vagy neuronok szakszóval azonosítására alkalmas géneket helyeztek el azok, akik ezzel foglalkoznak. Én magam neuroanatómus és fiziológus vagyok, inkább nem genetikus, úgyhogy én inkább már csak használom ezeket az egértörzseket, mások előállítottak. Ugye erre korábban már lehetőség volt más szervekben, például a szív, a máj és az immunrendszer esetében már voltak ilyen úgynevezett konstruktok, ezeket konstruktoknak hívják, ezeket a transgenikus egereket egyébként. Ops. Mi volt alapvetően a saját kutatásaimban a kérdés? Ezt kb. Itt lehet megfogalmazni. Hát az előbb bemutatott készülék segítségével bizonyos transgenikus egereknek az idegrendszerét vizsgáltam. A transgének, a beültetett gének kifejeződése szempontjából, tehát hol, hogyan jelennek meg ezek a bizonyos transgének, amelyek az egyes sejteknek az életútját, a működését, sőt ugye idővel a betegségekben a degenerációját, a leromlását is meg fogják nekünk mutatni. Két konstruktot hoztak létre a kollégák ott a laborban, ahol dolgoztam. Az egyik az úgynevezett CHAT, GFP, TAU konstruktot. Nem tessünk megijedni, a biológia tele van ilyen akronémákkal, ezeket föl lehet oldani. Arról van szó, hogy ez egy olyan egértörzs, amelyben a megcélzott gén, aminek a kifejeződését vizsgálják, a kolin-acetil-transferáz gén. Az acetil-kolin, mint idegingerület átvívő anyag, azok számára, akik tanulnak biológiát, biztosan ismerős. Ez az az enzim, ez a kolin-acetil-transferáz, ami az acetil-kolint előállítja. Okay. Tehát ennek a promóteréhez, vagyis hát ahhoz a génszakaszhoz, amelyik a kolin-acetil-transferáz génnek a lefordítását, proteinné való kifejeződését segíti elő, ehhez csatoltak hozzá kettő darab fehérjét, az egyik volt az ugye TAU fehérje, amely a sejtváznak a része. Nagyon fontos, hogy az idegsejtek nagyon elágazó, nagyon nyúlványos sejtek, ezért a bennük levő sejtváznak, a sejt alakjának a fenntartásában kiemelkedően fontos szerepük van. A sejtváz tönkre megy, azt jelenti, hogy a sejt is előbb-utóbb tönkre fog menni. A másik betűs szó, itt pedig a GFP, ez angolul úgy hangzik, hogy green fluorescent protein, vagyis zöld fluorescens protein, ez egy marker fehérje. Egy olyan fehérje, ami önmagában világít, egyébként nagyon érdekes, ez egy meduza fajból állították elő, és a meduza fajból származó gént ültették be ilyen módon az egérbe. Tehát van egy olyan markerünk, amelyik jelzi nekünk minden olyan esetet, amikor a kolin-acetil-transferáz gén egy adott sejtben kifejeződik. Az élet során tulajdonképpen bármikor. A másik konstrukt, amit vizsgáltunk itt ebben az esetben, ez az úgynevezett chat-rosa konstrukt, ugye ez egy speciális keresztező rendszernek a részeként jön létre. A speciális keresztező rendszernek van kettő olyan eleme, az úgynevezett ki gén részlet és a LOX gén részlet, amelyik két egymással kereszteződő állat esetében új kombinációkat hozhat létre. Ez ugye egy genetikai alapelv, hogy amikor keresztezünk egy hímet meg egy nőstényt a természet törvényeinek megfelelően, akkor az utódok, azok mind a két szülőtől örökölhetnek bizonyos tulajdonságokat. Itt tehát egy bizonyos valószínűséggel, hogyha olyan szülőket keresztezünk, amelyekben az egyik esetben a Cree génrészlet egy rúza nevű housekeeping, azaz háztartási génhez van hozzákötve, és a másik állatban pedig egy LOXP locusszal rendelkező genetikai hely van, akkor képesek vagyunk arra, hogy belekeresztezzük gyakorlatilag ezt a CHAT kolin-acetil-transferáz gént abba az egérbe, amelyikben eredetileg ez nem volt benne. És ezzel együtt ugye ez a róza gén, ez egy mindennapi működéshez szükséges gén az állatban, ez megmutatja nekünk, hogy melyik az a sejt, amelyikbe sikerült belekereszteznünk ezt a tulajdonságot. Tehát igazából ez az expressziós rendszer az azt biztosítja számunkra, hogy minden egyes esetben pontosan azt a sejtet tudjuk követni,
amelyik szükséges ennek a transmitternek a szintéziséhez. Mit tud ez a transmitter? Ugye még erről nem beszéltem. Engedjék meg nekem, hogy három szót erről is mondjak. Az acetilkolin az agyunknak az egyik legfontosabb transmittere. Hiányában Alzheimer-kor alakul ki. Hiányában a memória funkciók lényegesen lecsökkennek. Hiányában számos életműködésünk, például a szívnek meg a bélcsatornának a működése szabályozatlanná válik. Tehát igen, valójában egy olyan nagyon eszenciális génről van szó, amelyeknek a megsérülése az betegségekhez, rosszabb esetben természetesen halálhoz vezethet. Tehát igazából mi ezt próbáljuk itt lekövetni az idegrendszernek egy részében. Na most, hogyha a transzgén expressziót nézzük, akkor ugye elviekben mindkét módszer abszolút szelektív a bevitt transzgén kifejeződésére. És elviekben csak az úgynevezett kolinek, tehát acetilkolin szintetizáló sejteknek kellene megmutatkoznia. És ugye elviekben minden kolin-acetil-transzfáz tartalmú sejt egyúttal mutatná ezen marker proteinek valamelyikét is. Ez volt a kiinduló hipotézis. Megmutatom, hogy mit kaptunk. Szerintem nagyon tanulságos. Az agy különböző részleteit megvizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy három agy részlet található egymás mellett. Ezen a képen az az elvárás, ugye, hogy minden egyes sejt kolin-acetil-transzferáz tartalmaz, azaz minden egyes sejt termel acetilkolint. Ez a sejtcsoport, ez bizonyítottan ilyen, tehát ezt más irodalmi adatokból ismerjük, tudjuk. Ez a sejtcsoport bizonyítottan ilyen. Az agyban ellenben, az agykéregben egy nagyon érdekes dolgot találtunk. Ezek a sejtek, amelyek itt fölül jelennek meg, ezek bizonyítottan tartalmaznak és szintetizálnak kolin-acetil-transzferázt. Ezek a sejtek itt azonban nem. Az irodalom szerint nem. Ezek a sejtek egyébként kategorizálhatók, ezek az úgynevezett piramis sejtek, az agynak a legfontosabb sejtípusai, amelyek többek között a mozgásainkat szabályozzák. És egyszer csak hirtelen, váratlanul a semmiből ezekben a sejtekben megjelenik ez a marker protein, aminek a jelenléte arra utal, hogy ez a sejt szintetizál acetilkolin. Tudjuk az irodalomból, hogy ez nem igaz, mert ezek a sejtek kifejlett korukban glutaminsav transmitterrel, egy másik nagyon fontos idegrendszeri transmitterrel működnek. Tehát itt akkor az emberben egy kis bizonytalanság támad. Az egyik dolog az, hogy itt van egy pozitív megerősítés ezeken az ábrákon, ezen az ábrán meg ugye az arány, hogy 50-50%, ezek a sejtek rendben vannak, ezek a sejtek azonban valami oknál fogva nincsenek rendben. Nem gondoltuk, hogy ezekben a sejtekben is megjelennek a kolin-acetil transzferázra utaló jelek. Na ez megint ugye kis agy, hipokampusz is az agyi hízósejtek esete. Amit itt látunk, ez a kisagynak a szerkezete, ezek a kisagynak a granuláris, úgynevezett granuláris sejtjei. Ezek a granuláris sejtek, ezek megint csak nem számítottunk arra, hogy ezek is fogják mutatni a génexpressziót, mert ezek is glutaminsav tartalmúak egyébként felnőtt állatokban. Ezek a hipokampusznak az úgynevezett moha sejtjei, ezek is váratlanul jelentek meg a képben. És ami még furcsább volt, hogy helyenként glia sejtekben, tehát az idegrendszernek a nem idegi jelekkel kommunikáló sejtjeiben, hanem az idegrendszer támasztó sejtjeiben is megjelent az acetilkolin szintézisnek a lehetősége a transzgénikus állat szerint. Sőt, még egy úgynevezett hízó sejtben is, ami csak vendég az agyban. A hízó sejt az egy immunsejt, ami időnként bizonyos körülmények között képes arra, hogy behatoljon az agyba, és ott bizonyos működéseket modifikáljon, immunműködéseket módosítson. Ebben is megjelent a transzgén. A hipokampuszban, ami az agynak egy kiemelten fontos része, erről majd mindjárt beszélek egy pár szót, számítottunk arra, hogy lesznek ilyen sejtek. Itt van például egy ilyen sejt, vagy itt van például egy ilyen sejt. És hát a hipokampuszról hadd mondjam el, hogy azért kiemelten fontos jelentőségű, mert a hipokampuszunk az agyunknak az a része, amelyen tájékozódunk, és amelyikkel a rövid távú memóriákat rögzítjük. A hipokampuszban levő úgynevezett PLACE, azaz helysejteknek a felfedezésért és leírásáért az idei évben Nobel-díjat adtak három kutatónak.
Tehát a 2014-es fiziológiai vagy orvostudományi Nobel-díjat ezen place, azaz helysejteknek a felfedezésért adták ki. A másik dolog, amin a hipokampusz kiemelkedően fontos, hogy a rövid távú memóriánkat ez a hipokampusz képviseli tulajdonképpen. Biztos mindenki emlékszik arra, hogy nem volt nála papír, és gyorsan meg kellett jegyezni egy telefonszámot. És akkor elmondogatta magában azt a telefonszámot, és amíg fölhívta a számot, vagy beírta a mobiltelefonjába, addig emlékezett rá. De ha 2 perc múlva megkérdezték volna tőle, hogy na mi volt az a szám? Akkor az esetek döntő többségében az emberek döntő többsége erre már nem emlékszik. Hiszen úgymond letudta a feladatot, beírta a mobilba, majd onnan előszedi. Tehát ez a rövid távú memória, ami néhány percig áll fönn, és utána bármilyen más inger ezt a memóriát képes törölni, mert éppen ott jön a barátnőm vagy a barátom szembe, annak a megjelenése már is törölte rövid távú memóriámat. Tehát ezek a hipokampusz ez ezért különösen fontos, és ugye az utóbbi időben előtérbe került például az Alzheimer-kórnak a patológiájában is, hogy esetleg a hipokampuszban kezdődik az egész Alzheimer-kór. Tehát amikor ezeket a sejteket vizsgáljuk, akkor meg akartuk nézni azt, hogy ezek a sejtek, ezek egy másik neuroaktív anyagot, a vazoaktív intesztinális polipeptidet, most erre nem térnék ki, tartalmazzák-e. Kiderült, hogy nem. Ez azért volt egy fontos információ, mert az agykéregben a hasonló jellegű sejtek, azok valamennyien 98%-ban tartalmazzák ezt a bizonyos vazoaktív intesztinális polipeptidet. Ezt az a jelenség, amit úgy hívunk tudományos körökben, hogy kémiai kódolás. Az idegsejteknek van egy kémiai kódja, minden idegsejt rendelkezik bizonyos számú transzmitter anyaggal. Régen úgy gondolták, hogy csak egyel. Ma már úgy gondoljuk, hogy néhánnyal rendelkezik. És ezen anyagoknak a kibocsátása, ez az igazi jel ugye a velük kapcsolatban levő többi idegsejt számára. Úgyhogy tehát ebben az esetben a vazoaktív intesztinális polipeptid nem foglal helyet azokban a sejtekben, amelyek acetilkolint bocsátanak ki. Ha már egyszer kezünkben volt ez a transzgenikus állattörzs, akkor elkezdtük megnézegetni az idegrendszer más részeit is. Itt például a bélcsatornának a saját idegrendszerét vizsgáltuk meg. Ez az ábra egyértelműen mutatja, hogy itt viszont a megfelelő sejtekben megjelenik a transzgén, és a vizsgálataink azt mutatják, hogy egyébként pont azokban a sejtekben jelenik meg, amelyekben meg kell jelenni. Itt ismét egy úgynevezett többes jelöléses technikát alkalmaztunk. A mai mikroszkópok alkalmasak arra, hogy 3, esetleg 4 anyagnak az egyidejű kimutatását meg tudjuk tenni. Azok a sejtek, amelyek itten lilában, rózsaszínben vagy sárgásban látszanak, azokban 2 anyag van jelen. Amelyek fehéresek ezen a képen, például itt, azokban 3 anyag egyidejű jelenléte mutatható ki. Most nem mennék a részletekbe bele, de tessék elképzelni azt, hogy egyszerre 3 anyag jelenlétét tudjuk egy adott idegsejtben kimutatni. És utána persze vannak olyanok, amelyekben csak az egy adott anyag figyelhető meg. A zöldekben ez a bizonyos beépített transzgén, ebben a kék sejtben egy úgynevezett kálciumkötőfehérje, és ebben a piros sejtben meg egy másik kálciumkötőfehérje. Tehát valójában, hogy úgy mondjam, le tudjuk osztályozni az idegsejteket, és tudjuk mondani, hogy ez az idegsejt mit tartalmaz, egy leltárt tudunk készíteni az idegsejtekről ezekkel a módszertanokkal. És ugye ezek az idegsejtek aztán természetesen mind-mind különböző funkciót látnak el. Amelyik idegsejtnek különböző a neurokémiai kódja, ez a szakkifejezés erre, azokban az esetekben mindig egy más-más tulajdonságú, más-más funkciót ellátó idegsejtről beszélünk. No, hát ennyit mondtam volna gyorsan Dionhéjban a kint elvégzett munkáról. Azt szeretném még hozzátenni, hogy természetesen a munka nem ér véget abban a pillanatban, amikor eljövünk Montanából, mert hát a dolog az úgy kerek, hogyha ezeket az eredményeket publikáljuk. Tehát a publikáció az a tudományos munkának egy alapvető kritériuma. Jelen pillanatban 2 olyan tudományos közlemény van közlés alatt, amelyik ebből a munkából származik. Ha minden jó, megy, lesz még 2, csak az időfaktor az erősen behatárol bennünket, és ez azt jelenti, hogy igazából a kinti munkából majd, ha minden jól megy, és a végén elszámolunk a Fulbright bizottsággal, akkor 4 tudományos közleményt fogunk tudni lejelenteni.
Természetesen az ember a biológiai laborokban, mint ahogy semmilyen tudományban már nem maga dolgozik. Itt felsoroltam azokat, akik hát nagy segítséget nyújtottak. Ez az úriember volt a helyi laborvezető, ő az ottani élektudományi központnak a vezetője, ő egy úgynevezett postdoc, látszik a nevéről is, hogy kínai valóban az, és egy úgynevezett postdoktori ösztöndíjan látszik. Ez az ifjú hölgy pedig, ő a feleségem, de ő is kín volt, ő pedig az ottani egyik végzős hallgató, aki részt vett ebben a kutatómunkában. Tehát egy nagyon fontos üzenet ez, hogy az ottani végzős hallgatók azok olyan szintű munkákban vesznek részt, amelyek nemzetközi tudományos folyóiratban publikálhatók. Na hát, csak egy picit mondjak magunkról is, ott Pécset. Mi is arra törekszünk egyébként a saját pécsi biológiai intézetünkben, a természettudományi karon, hogy a mesterképzésben részvevő hallgatók azok olyan szintű eredményeket érjenek el, amelyek tudományos lapokban közölhetők. Tehát valóban kézzel fogható élménnyé válik a tudományos felfedezés. És köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, nagyon várom a kérdéseket, ha vannak. Ilyen programot csak akkor lehet lebonyolítani, az ember pontosan tudja, hogy miért megy ki. Tehát 5 hónap alatt különben lehetetlen ennyi munkát megcsinálni. A Fulbright ösztöndíj elnyeréséhez egy komoly tudományos projektet kellett benyújtani, a kintiekkel egyeztetve, úgyhogy a megérkezésünk utáni 3. héten hozzáfogtunk a labormunkához. 2 hétbe telt körülbelül, mire a papírokat elintéztük, meg berendezkedtünk, megismertük a környezetet, és a 3. héten megrendeltük az anyagokat. Ez Magyarországon egyébként nem menne, tehát ez kizárt dolog, hogy ezt így lehetne, el lehetne intézni, hogy 1 hét alatt mindent beszerez az ember, ami kell a munkához, és végül a 4. héten elkezdtünk ténylegesen dolgozni a laborban. És a tényleges munka az 4 hónap volt a laborban. Jó, tehát hogy a Fulbright ösztöndi egy 1949-ben megalapított ösztöndíjrendszer, tehát nagyon régóta működő rendszer, amely fokozatosan terjed ki az egész világon, és amelynek 2 célja van. Egyrészt, hogy amerikai állampolgárokat küldjön ki célországokba, Magyarországra is jönnek Fulbright ösztöndíjasok, elsősorban a középiskolákba jönnek tanítani, elsősorban angol nyelvet tanítani. És a másik célja pedig, hogy külföldi kutatókat, diákokat vigyen ki Amerikába, ahol ott az amerikai intézményrendszert megismerik, és az ösztöndíjak azt is magukban foglalják, hogy nem kizárólag a kutatás a cél, hanem az ottani társadalomnak a megismerése, az ottani emberekkel való jó viszonynak a kialakítása, és egyébként egyfajta szociokulturális megmerülés, hogy szabadjon ilyen csúnya szót mondanom. Tehát egy kicsit meg kell ismerni az ottani országot. Haza kell jönni, egyébként én már öreg hazajövő vagyok, mert ez volt a 3. hosszabb külföldi ösztöndíjam, amiről hazatértem. Töltöttem 2 évet Ausztráliában, 2 évet USA-ban, New Yorkban, meg most még egy fél évet Montanában. És még egyelőre mindig hazajöttem. Sokan hazajönnek egyébként. És van egy olyan tapasztalat, hogyha már ez felmerült, hogy aki már eltöltött hosszabb időt, azok közül is néhányan hazavágynak. Ez egy nagyon meglepő új fordulat, azt hittük, hogy ilyen sose lesz, de 20 évvel a rendszerváltás után elkezdtek hazaszállingozni a rendszerváltás környékén kiment magyarok. Úgyhogy nekem is van jó néhány olyan kollégám a Pécsi Egyetemen, aki mondjuk 17 évet töltött Ausztráliában, bocsánat, Új-Zélandon, 11-et az USA-ban, és így tovább, és most hazajöttek. Ez jó. Főleg, hogyha lenne kicsit több kutatási forrás, akkor még sokkal jobb lenne. Itthon azért kevesebb a forrás. Professzor úr, és egy nagy tapsot kérek.